Michael J. Sullivan, Mítoszok kora, 18. fejezet. Gyógyítsd ki megsérült. Olyan volt, mint arra várni, hogy felkeljen a nap, vagy hogy kikeljen egy kis csibe, márha a nap világ vége volna, a csibe pedig egy mindent felemésztő démon. Brin könyve. A fény hatására felerősödött a lüktetés Orion szemek mögött. Mindkét kezét és lábát zsibbatnak érezte, és amikor megpróbált megmozdulni, éles fájdalom hasított a tarkójába, mintha egy ráspolyt vágtak volna bele a koponyájába. Talán fel is kiáltott, lehetetlen volt megmondani. A hunyorgás és a sajgás ellenére annyit azért sikerült kiderítenie, hogy valamiféle kezdetleges kunyhóban van. A falakat vastag, kezeletlen fából alkották, és a mennyezetet sárguló fűcsomókkal fették. Ágynak is nevezhető, valamint feküdt, durva gyapjú feszült a merev és szúrós szalmára. Mi a felról történt velem? Csak erre az egyetlen gondolatra tudott összpontosítani, amellett, hogy nagy nehezen nyitva tartotta a szemét. Minden maradék erejét a fájdalom elviselésére tartogatta. Úgy érezte magát, mintha belefulladna a kínba. Páni rémület fogta el, de szerencsére újra elvesztette az eszméletét. Orion ezután több ízben küzdötte fel magát az eszméleti, de sohasem maradt sokáig éber. Mindig ugyanazon az ágyon feküdt, ugyanazon zsúbtető alatt, és ugyanaz a borzasztó fájdalom rohanta meg. A kín ködén át érzékelte, hogy mások is vannak körülötte. Beszélgetések folytak valami nyelven, amelyet nem értett. Olykor kezek érintették, leginkább a feje körül. Amikor megmozdították, ismét elájult. Lehetetlenség volt megmondani, milyen sokáig ment ez így. Az idő álmok, látomások és a valóság homályos keverékévé vegyült, amelyben minden rész egyenlő értéket képviselt. Amikor nem a kunyhóban feküdt, Fenelius-szal értekezett arról, milyen fontos a következő nemzedék vezetőinek többet is megtanítani a művészetnél, és hogy a hatalom együttérzés nélkül mindnyájuk végzetét okozhatja. Olykor egy farkas jelent meg a látomásaiban, máskor meg egy rongyba csavart fejű, vérséges és aszott Runa asszony. Egyszer padon ült a kertben a kapuval szemben, és ellenállatlan készítést vett erőt rajta, hogy félrehúzza a reteszt. Rajta, mondta neki Trilosz a másik padról. Jól tudod, hogy meg akarod tenni. Mindenki ki akarja deríteni, mi van a másik oldalon. Orion felállt és odament a kapuhoz. A kezét a reteszre helyezte, és tudta, hogy semmi értelme sem lesz, de mi van, ha mégis? Megemelte a reteszt, az kattant egyet. Orion szíve hevesebben vert, miközben érezte, hogy az ajtó enged, és lassan kinyílik. Tehát te vagy az, akit keresek, kiáltott fel Trilosz. Trilosz hangjával a fejében felébredt. Újra a kunyhóban feküdt, a gyapjú takarókkal borított szalmaágyon. A végtagjaiban alább hagyott a zsibbadság, és bár a feje továbbra is lüktetett, a nyilalló fájdalom a szeme mögött most nem jelentkezett. Körülnézett. Napfény áradt be az ablakon. Madarak daloltak, és érezte, ahogy lágy szellő simogatja az arcát, az egyedüli testrészét, amelyet nem takart a gyapjú pokróc. A következő pillanatban ráébredt, hogy nincsen egyedül. A terem másik végében egy runa lány ült, a kavargó porszemekkel teli napsugárban. Oldalvást foglalt helyet a vaskos székben, lábát átlógatva az egyik karfán, és a lábfeje körző mozgást végzett a levegőben. Jelek, tetoválások borították a bőrét, amelyek szimmetrikus ívekben futottak körbe a két orcáján, akár az indák. A gyermek igen mocskosnak látszott, a haja piszkos és kócos volt, és csupasz talpa fekete a föltől. A vállán rongyos, agyagszínű gyapjú köntöst viselt. Lába szárát megkeményedett sár borította, amelyekre foltokat festett a felcsapódó, koszos víz. Minden körme fekete félkörben végződött, mintha csak puszta kézzel túrt volna odakint. A runák vajon így szokták? Alagutakat fúrnak, mint a vakondok? A lány figyelmét lekötötte valami, amit a kezében tartott, miközben egy nagy, fehér farkas feküdt a szék lábánál, orrát a két mellső mancsa között nyugtatva. Orion a runát visszataszítónak találta,
de az állatot egyenesen ijesztőnek. Nem moccant. Ehelyett megpróbált visszaemlékezni, hogyan került ebbe a helyiségbe. Az utolsó dolog, amit visszatudott idézni, az volt, hogy a kertben tartózkodott Trilosszal, és megnyitotta... Nem, az nem lehetett valóságos. Vagy mégis? Mégsem. Eljött az Estramnadomból, hogy a lázadó Nefron nyomára bukkanjon. Emlékezett rá, hogy megérkezett Elorrisbe, és beszélt Petragárral. Igen, határozottan emlékszem erre, Petragárra és a szolgájára. Mi is volt a neve? Valami Vert... És a Runa falura, no meg... Igen, megtaláltam Nefront. Aztán semmi nyom. A lány észrevette, hogy ébren van, és elmosolyodott. Valami állatias nyelvet beszélt, amely ugatásnak hangzott. A runák állatok, állatok, amelyek némileg hasonlítanak a Freyekre. Felemelte a fejét, de a könyökére már nem tudott feltámaszkodni, mert elszédült. A lány ismét vakkantott, de az állatias csaholás közepette egy szóra lett figyelmes. Arion. Tudod a nevemet? Kérdezte a lánytól Frey nyelven. Amaz bólintott. Arion elképett. Megérted, amit mondok? A lány ismét bólintott. Arion alaposan megszemlélte az arcát. Csúnya volt, híján minden kellemnek, és formátlan is, mint a felügyelet nélkül hagytak volna egy agyaggal játszadozó istenkét. Tura, szólt a lány, ő tanít isteni szavak. Ki vagy te? Turakolta Arion. Én, név, Suri. Hol vagyunk, Suri? Rendál. A szúrtos lány továbbra is oldalvást ült a karosszékben, és a lábfeje köröket írt le a napfénypászmájában. Lothian szerint a rúnák félnek a Freyektől, isteneknek tartják őket, és remegnek a jelenlétükben. Ehhez képest Estramnadonban a palotában élőkön kívül senki sem viselkedett volna ilyen nyugodtan Arion jelenlétében. A runa lány a mennyezetre mutatott. Ez, fabarlang, nevez... Tétovázott, majd megvonta a vállát. Hely, ahol runa vezér alszik. Hogy kerültem ide? Hozz, te, azután. Azután? Mi után? Suri Arion fejére mutatott. A nő odanyúlt, és érzett valamit a keze alatt. A szemöldöke fölött mindent gyors borított. A lány meglendítette a lábát, és a szék karjáról egy lódítással a farkas hátára tette. Azt nem zavarta a dolog. Jobb rajta hagy, hogy ne esik ki, ami belül. Mi? Arion elképett. Mi történt velem? Suri úgy csinálta kezével, mint a fejbe vágta volna magát, és pukkanó hangot adott hozzá. Kővel üt, most megjavít, nem hal meg. A lány elvigyorodott. Te csináltad? Úgy értem, te kötöztél be? Suri bólintott. Igen, más is segít, sok segít, benn marad, ami belül. Ó, köszönöm, de miért ütött meg valaki? Suri felállt, kiszabadította az ujját a zsinekből, amellyel játszott, és a nyakába tette. Vár, én hozz, Persefoné. Ezután mondott valamit a farkasnak, mire az állat felkelt, és Arion ágya mellé baktatott. A nagy, fehér, agyarú, hatalmas bestia ott várakozott Arion mellett, míg a lány elsietett. A nő ösztönösen oltalmi bűbájt kavart az ujjaival, egyszerű, a testvédelmére alkalmasat, de semmi sem történt. Dúdolt, visszatérve az alapokhoz, hogy összhangba kerüljön a körülötte áramló energiával, de még mindig nem érzett semmit, egyetlen rezgést vagy vízhangot sem. A művészethez való tehetsége eltűnt. A világától elvágott, meghökkent Miralit belenézett a farkas szemébe, és életében először halálos félelmet érzett. Mit műveltek ezek velem? Arion elhúzódott az állattól, legalábbis annyira, amennyire a fal engedte, de rosszul tette. Az éles fájdalom visszatért egy újabb hányinger rohammal együtt, de a farkas továbbra is árgus szemmel figyelte. Nem morgott, és nem visolította ki a fogát, de ez alig ha számított. A jókora, agyaras bestia alig másfél méterre az ágyától, még a fájdalomnál is jobban foglalkoztatta. Az állat, mintha őt figyelte volna. De mire figyel? Ha megpróbálok felkelni, vajon végez velem? Ha támad, mit évő lehetek? Abban a pillanatban nem jutott jobb eszébe, mint hogy felsikoltson.
Léptek hallatszottak, és belépett Suri, majd egy nő, akit még sohasem látott. Arion csalódottan vette tudomásul, hogy csak egy másik runa. A farkas hátrébb húzódott, amikor a lány odaszólt neki, és a két runa ugyanazon a torokhangon beszélgetett egymással. Arion kihallotta a Nefron nevet. Végül a lány távozott a szobából. Nefron! Próbálkozott Arion. Az újonnan érkezett runa bólintott, aztán megszólalt. Beszélem a nyelvedet, bár nem túl jól. A nő idősebb volt a másiknál, és valami durván szőtt, feketére színezett gyapjúból készült, visszataszító ruhát viselt. Hosszú haja igen dúsnak tetszett. Surit elküldtem Nefronért, mondta neki a runa, és a hátát az ajtófélfának vetve tartotta a távolságot. Te vagy Persefóné? Igen, a nő többször bólintott. A másik, Suri szerint valakik a gondomat viselték. Arion felemelte a kezét, és megérintette a kötést. További sóhajtások. Súlyos sérülést szenvedtél. Féltem, meghalhatsz. Megszőttünk, megállítottuk a vérzést. Megszőttetek? Úgy érted, összeöltöttetek? Véreztem? Arion érezte, hogy a hányingere egyre erősödik. Igen, nagyon. A Frey lassan leeresztette a kezét a homlokáról, és lehúnyta a szemét. Így sokkal jobb volt. Ismét szédülés fogta el, már is kimerült és aludni akart, de nem tehette. Ébren kell maradnia. Rá kell jönnie, mi folyik itt. Ki ütött meg, és miért? Persefóné nem felelt. Arion lassan feléje fordult, és ránézett. Te ütöttél meg? Nem. Akkor kicsoda? A runa ekkor halálra rémült. Kérlek, ne ölj meg minket! Runa, emberek, nem tettek rosszat. Mi, Dárrenben, jó emberek vagyunk, nagyon jók. Sosem bántottunk téged vagy a tiéid. Hosszú évek óta élünk az Elorisztel aláírt szerződés szerint. Sosem szektük, egyszer sem, semmi rosszat sem csináltunk. Nagyon békés emberek mi. A runa Frey tudása idegességével egyre romlott. Várj csak, tehát egy runa ütött le? Látta a nő szemén, hogy ez az igazság. Engedelmesebbek, mint a részeg birkák, nyugtatta meg annak idején Vertumus. A runák azt hiszik, a Freyek istenek, mondta Estramnadonban mindenki. Senki sem említette azt a fura vallási szokást, hogy kövekkel eszméletlenre verik az imáratuk tárgyát. Miért ütött meg engem egy runa? Nefronnal harcoltál. Nefron jó van hozzánk. Nefron jó volt hozzánk. Arion szeme elkerekedett. Most már emlékezett. Szembeszállt Nefronnal. A harcos ellenállt. A többiek, a galantiak megpróbáltak közbelépni. Aztán... Újra fánkoppanó lépések hangzottak fel, és Persefóné félreállt, ahogy Nefron belépett a helyiségbe. Bal karján pajzsal tétován közeledett. Mögötte jött egy másik Frey, két karja keresztezve a melkosa előtt, két kezével két rövid kard markolatát szorítva. Élsz! Szólalt meg Nefron, és hangszíne határozott csalódottságot tükrözött. Törődésed meghat, felelte Arion. Csak némileg meglepődtem. Nem hittem, hogy szólni fognak, amikor felébredsz. Igazából arra számítottam, az elsötétedő nap hozza a hírt, és elnyel minket a föld. Még villám és mennydörgés sincsen. Vagy nem villámot és dörgést idéz egy miralit, mielőtt megöl valakit? Nem kész a karva babráltak a képességeimmel, gondolta a nő. Semmit sem tud az egészről. Sajnálom, hogy csalódást kell okoznom, de fáj a fejem. Valaki állítólag fejbevert egy kővel. Úgy látszik, nem elég erősen. Ha te azt tudnád, gondolta Arion. Mindössze annyit tehetett, hogy gondoskodik róla, Nefron ne is tudja meg. Még sohasem hallott olyanról, hogy valaki elveszítette volna a művészetet, de persze a felsérülések nem számítottak gyakorinak, a miralit körében. Bizonyosan a sérülés tehetett róla. Ha nyer egy-két nap haladékot, talán... Ha számít bármi, a runák mentették meg az életedet, úgy szivárogtál, mint egy lyukas borostömlő. Persefónéra bökött. Az ő ötlete volt, hogy összevarjanak. El nem tudom képzelni, miért. És te mit tettél? Az égvilágon semmit, csak álltam, és néztem, ahogy vérzel a földön. Nem, ez így nem teljesen igaz. Vigyorogtam is mellé. Kardot tartó barátja idegesen megmoccant.
Nem tetszel nekem, folytatta Nefrod, és a hangja a megvetés és a harag között ingázott, de a keze közelében sem járt a kardjának, aminek Arion mód felett örült. Soha életében nem félt a kardoktól, ahogyan a farkasoktól sem. Ebben a pillanatban viszont mindkettő aggasztotta, és a hosszú fémfegyverek csillogása minduntalan odavonzotta a tekintetét. Kire állhatom a fajtádat, mondta neki Nefrod. Gyávák vagytok, hiány minden becsületnek. És egy miralit végzett az apáddal, tette hozzá Arion, hát ha lecsillapíthatja az együttérzésével, de nem látott különösebb változást az Istaria arcán. Ha valami, hát csak annyi változott, hogy Nefron még jobban feldühödött. Arion nem gondolkodott észszerűen, hogy is tehette volna, zsongott a feje. Az apám vissza akarta szerezni az Istariát Freyként megillető jogokat, azokat a jogokat, amelyektől a hozzád hasonlók megfosztottak minket. Nefron elhallgatott, majd egy lélegzetvételnyi szünet után így folytatta. Azért jöttél ide, hogy elfogj és visszahúzolj a fővárosba, hogy megalázzanak és megöljenek az Aszikába öltözött Miralit tanács szeme láttára. Gondolom, a fényt elszorakoztatná a dolog. Hagyhattalak volna meghalni. Mindössze annyit kellett volna tennem, hogy lefogom ezt a nőt. Csak annyit, hogy távol tartom tőled a runákat. Perszefónéra pillantott, aki olyan dermedten tapadt az ajtókerethez, mint ha oda szegezték volna. Kivéreztél volna arccal előre a sárban, és még az is több méltósággal járt volna, mint amit a féned hagyott az apámnak. Tehát a kérdésedre válaszolva, semmit sem tettem, és csak is ezért vagy életben. Közelebb hajolt. Nekem és ennek a falunak köszönheted az életedet. Jobb lesz, ha erre gondolsz, miközben kiöklöd, milyen pusztítással sújtod ezt a helyet. Arion nem tervezett pusztítást. Még mindig azt próbálta összeszedni, mi történt vele, no meg kideríteni, vajon a Nefron barátjának a markában melengetett két kard kiugrik-e a hüvelyéből. Egyedül annak örült, hogy nem volt alkalma a lüktető fejével foglalkozni, ami olyan erősen sajgott, hogy a szeme is belekönnyezett. Azon se mert elgondolkoznod, folytatta Nefron, hogy talán más megoldás is van, mint halomra ölni mindenkit. Szabadon is ereszthetnél minket. A galantiakkal majd eléldegélünk a vadonban, nem is hallasz rólunk többé, egyszerűen felszívódunk. Legfeljebb azt mondod a fénynek, hogy ránk találtál és végeztél velünk. A gond megszűnik, a dőfös uralkodó örülhet, tovább lapozhatunk. Azt hiszem, ennyivel tartozol, amiért hagytam, hogy felébredj. Majd fontolóra veszem. Arion kitörölte a könnyet a szeméből. A lüktetése fejében nagyobb elánnal tért vissza, mint előtte. Mivel minden lélegzetvétel a mi ajándékunk, hisz a fejed úgy lógott a nyakadról, mint egy döglött libának, remélem legalább lesz annyi tisztesség benned, hogy tudatod velem, mire jutottál, még azelőtt, hogy szétszaggatnád az égboltot. Meglátom, mit tehetek. Csak ennyit sikerült kinyögnie, mert a fájdalomtól összeszorította a fogát. A harcoson tartotta a szemét, amíg csak tudta, miközben a sajgás minden másodpercben kemény kalapács ütésekkel sújtott le a koponyájára. Megkönnyebbült, amikor Nefron elszakította a pillantását. Hozhatok neked valamit? Kérdezte Perszefóné. Idegesen fintorgott. Hozhatok neked valamit? Aludni akarok, csak pihennem kell, és jobban leszek. Remélte, hogy így igaz. Amikor felébredt, a helyiségben sötét uralkodott. Az ablakon túl csillagok ragyogtak az égen, a helyiségben egyetlen mécses égett, egy kivájt és állati zsiradékkal megtömött mészkőkocka, amelynek fényénél meglátta ugyanazt a lányt, akit korábban. A szúrtos teremtés ezúttal a földön feküdt, a fejét a farkas oldalán nyugtatta, az állat egész hosszában elterült a fapadlón. Suri ismét a zsinekből készült hurokkal játszott. Arion a változatosság kedvéért egyelőre nem érzett fájdalmat, úgyhogy csak feküdt nyugodtan, és a lányt nézte, aki meglepően bonyolult mintába fonta a zsineget. Fogalma sem volt róla, hogy a runák is játsszák ugyanazt a játékot, amelyet ő tanított meg a diákjainak, és úgy megütközött rajta, mint ha egy hátsó lábán sétáló kutyát látna. Arion ismerte a mintát. Az évszázadok során már valószínűleg minden lehetséges kombinációt kipróbált.
A suri ujjai között alakuló hurkokat pókdoboznak nevezte, és a lány elragadó pontossággal dolgozott. Szokatlanul ügyes és fürge ujjai elegánsan és rendíteletlen magabiztossággal tekergették, forgatták, húzták, vonták a zsineget. Arion rájött, hogy ennek a runa lánynak, aki vánkosnak használta a farkasát, sokkal jobban megy a mintaszövés, mint ahogy Mavindulénak valaha is ment. Az alsó szálat szólalt meg, amikor a lány tétovázva megtorpant. Azt hitte a lány, majd felugrik a hangjára, de a runa még csak oda sem nézett. Nem, felelte eljett, figyelmét az útvesztőszerű alkotmányon tartva. Az már próbál, inkább... Suri mindkét hüvelykével benyúlt, beakasztotta a legfelső hurokba, aztán megforgatta a két csuklóját. Az egész minta a visszájára fordult. Arion elmosolyodott. Ügyes! Suri felsóhajtott. Ügyetlen! Beragad! Nem, dehogy is! Arion feltámaszkodott az ágyon. Gyere közelebb! Suri felült, és az ágy fölé hajolt. Arion megszemlélte a mintát, ujjait befűzte a zsinekbe, és az egészet lehúzta Suri kezéről. Két másik húrt is beakasztott, ismét befelé fordította az egészet, aztán oda tartotta a lánynak. Suri nyelve a felső ajkát tapogatta, úgy tanulmányozta a mintát. Mosoly jelent meg szúrtos ábrázatán, aztán az ujjait a zsinek közepébe illesztette, és meghúzta azt. A minta kitágult, és visszacsúszott a kezére. Két ujjának hajlításával a szerkezet ismét megváltozott. Abban a pillanatban mindketten örömtelin felkacagtak. Ilyet még nem csinál, jegyezte meg a lány. Én sem, de persze egyikünknek sincs négy keze. Suri hagyta a zsireget lecsusszanni az ujjairól, már csak kettővel tartva, és a minta semmivé lett. A hálózat újra egyszerű hurokká változott. És nem úgy mondjuk, hogy ilyet még nem csinál, hanem úgy, még sohasem csináltam ilyet. Suri kétkedő arcot vágott. Biztos? Egészen biztos. Suri visszafeküdt a farkasra. Jobban érzed? Arion bólintott és rádöbbent, hogy a felfájása még mindig megvan, de egyelőre csendesen összegömbölyödve pihen a tarkójában. Nem is szédült. A gyomra lecsillapodott, és még enyhe éjséget érzett. Általános jó közérzetén felbátorodva lehúnyta a szemét, és dünnyögni kezdett, hogy rezgést hozzon létre. De még mindig nem hatott a dolog. A művészet nem felelt. Nyomasztotta az érzet hiánya, mintha a félteste lebénult volna. Mi lesz, ha sohasem tér vissza? Bár fiatal korában művészet nélkül élt, most nem tudta volna elképzelni. Ezt elveszíteni rosszabb lett volna, mint a levágnák a karját és a lábát. Teljesen maga tehetetlen maradna. Még a gondolat is elborzasztotta. A félelem felgerjedt és azzal fenyegetett, hogy egészen elborítja. Egyelőre nem szabad erre gondolnom. Most nem, itt nem. Tudsz zsonglőrködni? Bukott ki belőle. Úgy vetette ki a kérdést, mint egy horgonyt, nehogy a szirtről lecsúszson a szakadékba. A lány nem tudta, mire vélni a kérdést. Arion észrevette az erszényét egy asztalon. Abban a táskában, mondta a lánynak, van három kő. Fel tudod dobni őket, és egyszerre mindhármat a levegőben tartani? Suri elmosolyodott. Kivette a köveket, és téldre emelkedve természetes könnyedséggel egyenként feldobta őket a levegőbe. A mennyezet alacsonyan volt, de Suri nem találta el a gerendákat. A köveket löködve és elkapva hamarosan szűk körben mozgatta őket. Te már próbáltad ezt? Tura, tanít engem! Tanít én! Nem, ebben az esetben helyes az engem. Biztos? Egészen biztos. Suri megint olyan arcot vágott, mint aki csak félig hiszi. Arion elmosolyodott. Nem azért, mert a lány kétkedett az ő anyanyelvi tudásával kapcsolatban, hanem mert Suri még csak rá sem pillantott a kövekre. Azok tovább táncoltak a levegőben egyik a másik után, és a keze szinte magától kapta el és lökte fel újra őket. Lenyűgöző teljesítményt nyújtott. Nem azért, mint a zsonglőr tudás ne továbbja lett volna a mutatvány, hanem azért, mert egy runa ült előtte, ráadásul egy fiatal runa. Arionnak azt tanították, hogy a runák alig jobbak az állatoknál, és értelmi képességeiben rendkívül módon alulmaradnak a frejekkel, vagy akár a dergekkel szemben. A runák nem tudtak úgy gondolkodni, mint a saját népe,
Nagyrészt ösztönből cselekedtek, hasonlóságuk a magasabb rendű teremtményekhez csupán az utánzásból vagy a véletlen játékából következhetett. De most úgy tűnt, mindez nem igaz. Perszefóné és a lány mindketten beszélték a Frey nyelvet, és a lány jobban zsonglőrködött a hercegnél. Még bonyolult húrmintákat is alkotott a saját élvezetére. Hogyan volt lehetséges mindez, ha nem tudtak gondolkodni? Ki az a tura? Kérdezte Orion, miközben Suri elkapta a köveket és az erszényért nyúlt. Enyém, barátom volt, nevel én. Nem, ilyenkor úgy mondjuk, az én barátom volt, és ő nevelt engem. Suri morcos ábrázatot vágott, majd vállat vont. Összetűztetek? Összetűz? Azt mondod, ez a tura a barátod volt. Meghalt. Orion megdöbbent a közönyös hangnemen. Mi ölte meg? Suri nem értette. Semmi, meghalt, öreg. Orion belebámult Suri sötétbarna szemébe. A saját tükörképét látta, és eszébe jutott, hogy talán Ferrol akar közölni vele valamit. Miért mindig te vigyázol rám? Engem nem, felelte Suri. Persze, én nem. A runalány felsóhajtott, és a mennyezetre nézett. Persze, Fóné is vigyáz meg, öreg asszony. Mások dolgoz, mi több idő van, nekem. Elhallgatott, és Orion helyesbítését várta. Amikor a Frey nem szólt közbe, folytatta. Kell, csont, rejtély, megold, de... Újabb tétova szünet. Itt is tud gondolkodni. Mi az a csont rejtély? Kérdés istenek jövőről. Ők válaszol, csirkecsont. Suri elővet valamit, ami egy megfeketedett pálcának nézett ki. Ez nagyon erős, borzalmas szörny beszél, nagy erő jön, mindenkit megöl. Úgy hisz, grimasz az, nagy barna medve, ami él erdőben. Nem is medve, ő démon, de nem tud melyik. Mert nem tud, nem állít meg. Rejtély, hogy melyik. Baj, hogy csak idő, teli holdi. A Frey-szerű runa felfedezése fölötti meglepetés azonnal semmivé lett a babonás csontjóslásáról és a szörnyekbe meg démonokba vetett hitről szóló mesétől. Talán nem állat, de azért mindenképpen primitív lény. Orion csalódott. Egy pillanatra izgatott lett a gondolatra, hogy a runák és a Frey között a különbség kisebb lehet, mint korábban gondolta. A húrjáték és a zsonglőrködés arra engedett következtetni, hogy a runák képesek volnának megtanulni a művészettel bánni. A döbbenet és viszolygás Grindal arcán, ha be tudná bizonyítani mindezt, megérné azt, hogy fejbe verték. Mindezek ellenére azonban Suri sajnos runa volt, és egy világ választotta el kettőjüket. Ébren? Kérdezte az ideges óvatossággal belépő Perszefóné. Suri talpra állt és kinyújtózott. Látod? Mondta Orionnak, és a belépő nő felé bökött. Én idő vége. Az időm lejárt, helyesbített a Frey. Biztos? Egészen biztos. Suri morcosan megcsóválta a fejét, aztán súgott valamit a farkasnak. Az állat is felkelt, kinyújtóztatta a tagjait, ketten az ajtó felé indultak, aztán a lány megállt, és hátrafordult. Nem aggód, visszakap. Micsodát? Tudakolta Orion. Suri csak mosolygott, aztán eltűnt az ajtónyílásban.